Szervusztok, kedves hallgatók, ez a podcast a 101-es szobából. Ilyenkor most új évadot kezdünk szeptemberben? 8. évadot? Az iskolások. Ugye, hogy együtt sírunk, együtt levetünk az oktatás ügyben szenvedő iskolásokkal. Igen, szerintem új évad, 8. évad első adását. És most megint csak úgy magunk beszélgetünk itt Surányba, Zsuzsánál, úgyhogy velem szemben Zsuzsa ül. Sziasztok! Tőle jobbra Digi. Sziasztok! Aki az elmúlt egy vagy két adásban nem kettőben. Voltál? Kettőben nem voltál, dolgoztál. Dolgoztam, igen, nem nyaraltam, dolgoztam. Igen, és Zsuzsától balra pedig Zoli. És le a kalappal fejből tudja a rendezői jobbot, meg a rendezői balt. Kész vagyok. De azért egy kicsit nyaraltál, mert úgy hallottam, nekem azt regélték, hogy elmentél elvonulni Bakonyba. Hát igen, de muszáj volt egy hét szünetet beletenni az életembe, és azt találtam ki, hogy annyi minden volt velem, meg annyira zűrös volt az elmúlt egy év, ilyen munka, család, minden oldalról, hogy lementem Bakonyba az egyik kedves barátomnak a lakókocsijába, ahol se víz, se villany, semmi nincs, és már hogy civilizáció, 4 napig tulajdonképpen 3 mondatot beszéltem. De kristnás voltál, vagy indián voltál? Egyik sem. Én voltam, mint magam. Igen, úgy kezdődött, mert a szabadság egy hétig tartott, az úgy kezdődött, hogy lementem 2 napra a krisnásokhoz, vegyes tapasztalatokkal jöttem vissza, vagy jöttem el onnan, és utána onnan átmentem a Bakonyba, és bevonultam a remete barlangba, vagy a remete lakókocsiba, és nappal fölkeltem, amikor a nap lement, akkor lefeküdtem. Nagyon sokat olvastam, és nagyon sokat mászkáltam az erdőbe. Naponta, mert ugye teljesen nem tudok kiszakadni a világból, meg a családból, naponta 2-3-szor bekapcsoltam a telefonomat, és azt hiszem egy embert vissza kellett hívnom. Az volt az a 3-4 mondat, amit beszéltem ennyi idő alatt. A többit azt gondoltam, hogy rá fog érni, vagy ezen a héten megcsinálni. Ez a múlt héten történt. És azt meg lehet kérdezni, hogy a kisnásoktól miért vegyes élményekkel távoztál? Igen, úgy mindenkinek. Nincs kötya a fejeden, úgyhogy nem lettél kisnás. Igen, nincs toffom még, bár nem nőtt volna ki egy hét alatt. Nagyon imponáló az, amit létrehoztak. A melyik? A Somogyvámoson? Somogyvámoson voltam, igen. Részt vettem ilyen vezetésen, eltöltöttem egy csomó időt csak magában a helyen, itt a parkban mászkáltam, elég komoly biokertészetük van, tehenészetük. Nekem ami furcsa volt, hogy mindenki a legújabb és a legnagyobb rádiótelefonnal mászkált, azon nézték a beosztásukat, hogy ki hova van beosztva, a konyhára, az idegenvezető a látogatóknak. Azért elég rég hallottam a rádiótelefon. Igen, én 9-re is éreztem, hogy itt a 9-es éve. Most a csávó az erdőből hagyják, és telefonozzon már. Mobiltelefon, akkor így mondjam, vagy hát, na mindegy, tehát, hogy nagyon sokan a legújabb, legnagyobb, de ezekkel a nagy... ekkorákkal. Hát meg a maxokkal, vagy hogy hívják ezeket. Ez tehát nagyon az a max. Nagy, jó, oké, nagyon nagy. Tehát, hogy, bocsánat, én nekem a normál méretű van. A hallgatók nem látják. Igen. Megfogta két kutyaközönséges telefon. És kérem a kedves hallgatókat, aki tud ajánlani nekem Android rendszerű, kicsi méretű, megbízható telefont, az írja már meg kommentbe, mert nagyon keresem, mert az enyémnek most megszűnik a támogatása. Igen, és nagyon szomorú vagyok. Tehát, hogy ez az egyik egy ilyen, hogy igazából az látszott, hogy gazdasági problémájuk nincs. Ami egy kicsit furcsa volt nekem, mert bennem az a kép volt, hogy kint vannak a fesztiválokon, mindig jönnek, tulajdonképpen könyvet árulnak, de az egy ilyen alapvetően egy ilyen támogatás, vagy kéregetés, ha nem akarom olyan szépen mondani. Tehát, hogy mindenki, bennem az a kép volt, hogy ezáltal ők tulajdonképpen nincsenek annyira eleresztve, de közben azért az üvegházak szépek voltak, tehát hogy nagyon sok eszközük megvan ahhoz, hogy ők ezt tudják csinálni. Újnak látszó házakban laknak, akik bent laknak, mert azt is megtudtam, hogy vannak, akik bent laknak, és vannak, akik kint a faluba. Beszélgettem ott az egyik ilyen lányjal. Szerzetes nővel, igen. Bocsánat. Nem biztos, hogy így hívják, de valahogy azt gondolom. Nem igazán derült ki, hogy ők gazdaságilag ezt hogy tartsák fenn, illetve hogy ők hogy viszonyulnak a pénzhez, ez egy kicsit mindig így el lett ez tolva, vagy el lett ütve a válasz rá, ami nem azt jelenti, hogy én most megkérdeztem, hogy te ezért mennyi pénzt kapsz, vagy tehát nem a zsebükbe turkáltam, csak próbáltam a gazdasági oldalait is megnézni, vagy így próbáltam a gazdasági oldalait is átlátni, hogy mondjuk egyén, ha oda bevonul, akkor az mire számíthat. Közben meg azt sem éreztem, hogy annyira befogadóak lennének én velem, mint olyan külsőssel.
tettek, hogy valami... Ez egy turisztikai desztináció, hogy szabad így fogalmazni? Tehát, hogy te oda mész, és azt mondod, hogy... Igen, mert oda mész, veszel jegyet a kapuba, minden nap nyitva van, hétfő kivételével minden nap nyitva vannak, veszel parkolójegyet, vagy autóbehajtási jegyet, mert elég nagy a terület, és akkor be tudsz menni a közepére, nem kell besétálni, és akkor utána vannak vendégházak, amiket tudsz bérelni, van egy étteremben, ahol mint valószínűleg ők is ezt teszik, de hogy abból te tudsz vásárolni, nagyjából mondom, csak vegetáriánus, csak vegetáriánus kaját tudsz enni, igen, nagyjából pesti éttermi árakon, tehát egy menü volt 3800 forint. És jól főztek? Jó főztek, tehát ízletes volt. Van ajándékboltjuk, ahol lehet vásárolni, hoztam is haza a lányoknak, tudsz ott, tehát hogy ez egy jól fölépített turisztikai térképet kaptál, amikor beléptél, hogy mihol van nyomtatva. Különben érdemes lemenni, tehát ezzel nem azt szeretném mondani, hogy akárki elriasztani attól, hogy ő oda menjen látogatóba, mert nagyon érdekes. Lehet, hogy nekem voltak más elvárásai. Ebből az egészen kapcsolatban. Július végén azt hiszem, akkor van egy egyetes fesztivál például. Igen, vannak ilyen, van ilyen búcsú. Menni, búcsú, és akkor ott tényleg mélyen meg lehet őket ismerni. Nekem az jutott eszembe, hogy ha már ez szóba került, erre nem készültünk, de a Poginak az egyik podcast műsorában volt vendég az egyik vezetőjük, és hogy kb. Másfélen keresztül elég hosszan beszéltek arról, hogy most már 30 éve vagy 35 éve vannak ott, és hogy mik a tapasztalatok. Elég sok kudarc van, tehát amit ők elkezdtek az alapításkor, hogy mennyi minden nem jött össze, és mi az a kevés siker, ami összejött, és ugye ebből mi következik a következő évtizedekre. Tehát hogy egyébként évtizedes távolra terveznek most is. Tökre ajánlom azt a podcastot, be fogjuk linkelni a hallgatóknak, ez tök izgi. Kérdezhet, hogy finoman főznek-e. Tudod, van egy, tehát Budapesten három Krisna étterem is van. Van egy a belvárosban, az 5. kerületben. Van, Minda, nem? Így van. Van egy a Péterfi, vagy milyen utca az, nem veszembe, ott a szintén belváros, és van egy Óbudán. Csillagegyen jobban van, ott van a központban, és mi onnan rendszeresen, két hetente beszabadulok, és akkor veszek egy csomó kaját. Mert hogy vegán, szerintem pesti áraknál sokkal olcsóbb, olyan, mintha nem lett volna itt infláció, tök jó árban, és hát ugye mi vegánok vagyunk, tehát nekünk ez tök jó, hogyha mondjuk két napig nem kell főzni, és nagyon finomat eszünk, tehát hogy tökre ajánlom. Nekem teljesen új világ az, hogy lehet jó húsmentes kaját csinálni, és nagyon nyitottan nézek mindig arra, hogyha valahol olyan konyha van, ahol ezt olyan izgalmasan, sok alapanyag felhasználásával, próbáljátok ki, annyi, hogy templom, tehát le kell venni a cipőt, úgy tudsz bemenni. Tehát, hogy ilyen... A templomban a kalapot kell levenni, hogy meg a cipőt. Igen, jó, vágom. Tehát, hogy meg föltenni kell, igen. A francia érti meg a világot. Szóval ez nem az, hogy étterem vagy ízé, de bárki bemenhet, csak le kell venni a cipőt, csak úgy tudsz bemenni, és tudsz. Igen, élelmiszerben majdnem önállátok. Tulajdonképpen önállátok, de cserélniük, vagy illetve amit eladnak, ahelyett vásárolni kell. Hát meg vízből például nem önállátok, meg szóval van egy csomó olyan dolog, amit nem tudtak megvalósítani az elmúlt 30 évben. Vízből már önállátok. Most ezt mondták nekem, hogy... Hallgassatok meg a Pogi podcastot, nem önállátok. Igen, az esetek 90%-át megoldják saját vízből, de kell, hogy jöjjön tehát hogy rá legyenek csatlakozva. A központi rendszere, igen. Aha. És nem azért, mert szabályozás miatt, hanem ha nagy a száj van, ha gyerekszületés van, tehát hogy van egy csomó olyan élethelyzet, amit nem tudnak megoldani a kútvízből. A gyerekszületés hogy függ össze a kútvízből? Hát a tiszta víz. Tiszta víz kell hozzá, gondolom. Jó, a gyerek nem születik meg tiszta víz nélkül. Ja, megszületik, csak kevesebb. Lehet, hogy kevesebb hozama van a kútnak, ami tiszta vízű, mint... Azt tudom, hogy a csatornán nincsenek rajta. Csatornán nincsenek. Tehát három tóból álló tórendszerre tisztítják a vizet, és úgy engedik ki, ami... Na, ilyen biológiai szerint. Igen, erre eléggé büszkék is. Meg szolgálati közleményünk van, hogy annyira fölhergültünk a legutóbbi kinti felvétel sikere hallatán, nem is láttál hallatán. Kedves hallgatók, nem panaszkodtatok, úgyhogy... Úgyhogy kint vagyunk, és csámcsogtok? Csámcsogunk, és dohányzunk, és minden. És azért vagyunk kint, mert itt vagyunk a Zsuzsa fantasztikus mezőgazdasági komplexumában. Nagyon szépen fogalmaztál, igen. A hallgatóknak annyit hadd áruljunk el, hogy itt vagyunk Surányban egy kertben, ami mögött igazából egy komplet erdő van. Bocsánat, egy parkosított akácerdőt. Egy parkosított akácerdőt, de van füvesítve, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, de nem ezt akartam mondani, hanem ilyen óriási méretű tökök nőnek, de hogy tényleg ilyen, próbálok valamit, akkora, mint a laptop, akkora átmérő, vagy annál laptop. Nagyobb, és igen, mint egy nagy laptop, annak vagy egy óriás dinnye.
nagyobb, mint a dinnyék, igen, és hogy így ezek az indák így elkezdték így behálózni az egész kertet. Én attól tartok, hogy előbb-utóbb leégezzek a földet. Igen, egy kicsit ezt elrontottuk, az az igazság, mert hogy amikor a tök elülteted a magot, az olyan pici és cuki, és akkor azt gondolod, hogy nem fog megtáltosodni, de hát a tök az fut, meg szalad, meg megy ide-oda, úgyhogy idején elég jó termést várunk, ilyen, nem tudom, szerintem ilyen 200-250 kilónyi tök lesz a tervek szerint, amikor utoljára számoltam, akkor így úgy becsültem. Hogy ez a tök még nincs kész? Még nincs. Ez még nőni fog? Még nőni fog, persze, még októberig nő, még van neki egy hónapja. És hova adod el? Hát vagy háztól adom el, vagy kimegyek a piacra árulni. És akkor te bejelentkeztél őstermelőnek? Bejelentkeztem. Mert ez nagyon jól adózik. Igen, nagyon jól adózik. Gyakorlatilag 10 millió forint alatt nem kell adót fizetni, úgyhogy ez egy elég jó üzletnek tűnik, és csak bejelentési kötelezettséged van, amik be kell menni a falugazdászhoz, bediktálni, hogy mit termelsz, milyen méret ben termeled, és akkor ők kiállítják az engedélyeket. Nagyon modernül kaptam egy QR kódot, ahol, hogyha piacon árulok, akkor ki kell raknom ezt a táblácskát, ami rajta vannak a mindenféle számok, meg a QR kód, és rögtön le lehet kérni. És akkor mész a Pócs-megyeri piacra, vagy hova? Horányba szoktam menni, igen, és akkor ha valaki gyanakodna, akkor lekéri, és meg tudja nézni, hogy nekem jogom van-e tököt árulni, vagy igen. De a QR kódban az is benne van, hogy te neked a tök, és akkor a jövőre, ha nem akarsz tököt, hanem helyette mondjuk padlizsánt szeretnél, akkor... Ha az nincs benne a listában, akkor azt át kell jelentenem, igen. Ha. És ugyanez vonatkozik az állatokra is. Viszont az őstermelőnek az a, nem hátránya, nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy feldolgozott terméket nem árulhatok, tehát hogyha azt szeretnék, akkor még egy minősítést meg kell szerezni, amikor viszont már névig ellenőrzi, hogy milyen tiszta a konyhám, vagy van-e konyhám, ahol ezt feldolgozom, és akkor mondjuk csinálhatnék... Tök magolajat, vagy sütőtöklekvárt, vagy... Nem tudom, paradicsom. De hát ez a jövő, nem? Abszolút. Mondtad az állatokat, tikok vannak itt, azt látom. Igen, tikok vannak. De voltak itt birkák is korábban? Voltak, hát birkák, bárányok. Bárány, bocsánat. Jó, de egy városi ficsúrként a birka vagy bárány nekem mindegy, de közben nem mindegy. Nem mindegy, és biztosan nagyon profik azok, engem is le fognak szólni. Tehát úgy volt, hogy itt lett fűnyírónak igazából két gyimesi racka, kos, magyarul kisfiú bárány, vagy tehát még... Feketék. Fekete bárányok, akik ráadásul húsvét hétfőn születtek, és ették a füvet, és nagyon kedves jószágok voltak, és az volt a terv, hogy októberben vágjuk őket, hogy legyen hús, és jó minőségű húsunk, mert hát szerintem az az egyik legnehezebben megszerezhető dolog ma, meg legdrágább is. A bárányhús? A bárányhús eleve drága, még konvencionálisan is, de a csak füvön tartott... Jó hús, az elég drága, de az történt, hogy hát nem tudom, hogy mindenki tudja, mindegy, a tyúkokhoz volt egy ilyen kis tyúkajtó, ami mondjuk egy 30x30 cm-es lyuk volt, hogy a tyúkok kibe tudjanak közlekedni napközben, és a franc se tudta, hogy a bárány az tud kúszni, de tud kúszni, úgyhogy bekúszott. És megette a tyúkoknak az ételét, ők vegyes gabonát kapnak. Tápját? Nem a tyúk tápot? Hát nem táp, vagy... igen, de nem táp volt igazából, hanem búza, kukorica, borsó, köles, tehát egy ilyen keveréket kapnak ők nyáron más, meg télen is más. De azt vásároljátok valahol. Azt vásároljuk, igen, és ezt ők megették, és hát az a baj, hogyha egy birka nincs ehhez hozzászokva, és nagy mennyiséget eszik, akkor mint minden kérődző, most már megtanultam, felfújódik. És akkor hát egyik reggel azt tapasztaltam, hogy ott két nagy lufi hasú birka de fekszik. De tényleg, hogy így a hasuk így így fölkapja, mint egy lufi olyan lett. Jaj, olyan, mint aki lenyelt egy görög dinnyét, és mindkettő elég hát rossz állapotban volt. És akkor megkérdeztem, itt a környéken van több tehenészet is, hogy ilyenkor mi a megoldás. Úgyhogy mindenkinek mondom, hogyha ilyen előfordul, akkor vagy savanyú bort, vagy ecetet kell nekik adni, szájon át, ahogy tudják benyomni, mert ha szerencséjük van, akkor az megmenti őket.
Viszont mivel a teheneket azokat így le lehet csapolni, nem tudom, a James Herriot könyvek megvannak-e valakinek, tehát az a módszer, hogy szegényeknek belevágnak az oldalába egy ilyen csövet, szívószálszerűséget, és hát kijön a gáz, és akkor a tehén megmenekül. Na most ezt nem lehet a juhnál megtenni, mert hogy a juh már abba is belehal, hogyha bedugod a csövet. Ó. Tehát az történt, hogy kényszervágni kellett őket, mert hogy meg kellett őket szabadítani a szenvedésüktől. Úgyhogy megszabadítottuk őket a szenvedésüktől, és most a mélyhűtőben vannak egy részük, egy részét pedig megettük birka pörkölt formájában. És hogy kicsit horror sztori legyen, a belsőségek egy részét a tyúkok örömmel elfogyasztották. Ez a vidéken újra kezdjük Facebook csoport. Igen, viszont hát ez az örök körforgás, mert utána a tyúktól pedig lesz tojás, amit mi boldogan meg fogunk enni. Ezek azok a trükkök, amiket az igazi parasztok tudnak, hiszen apáról fiúra és anyáról lányra száll a tudás, de ezt a városi ficsúrok, akik kiköltöznek ide a Szentendrei szigetre, azok nem tudják ezeket a trükköket. Igen, úgyhogy azért most már tapasztaltabban fogunk belevágni, úgyhogy lett új juh, akol, vagy beálló, megcsináltunk nekik egy szalmáztatót, hogyha jön az új generáció, csak amíg azt kell kitalálni, hogy milyen fajták legyenek, mert hogy ezek a gyímesiek, ezek nagyon jól tarthatóak rideg tartásban, viszont nem nagy a húshozamuk, tehát hogy egy ellenálló fajta, de hogy ha az ember húsznak akarja enni, akkor ez nem feltétlenül praktikus, mert hogy nem növesztenek nagy súlyt. És vágsz is csirkét már? Most fogok a héten, igen. De hogy te? Tehát enkezeddel szépen? Én kezemmel szépen, igen, ez a terv. Igen. Igen. Tehát már volt rá precedens korábban. Meg a héten volt egy tyúkom, akit a többiek, egy idős tyúk, akit a többiek megtámadtak, és addig vertek, amíg elpusztult, és akkor őt meg úgy hasznosítottam újra, hogy szépen letollaztam, feldolgoztam, és akkor azt megfőztem a macskáknak, mert ezt már nem akartam megenni, de nagyon szép a húsuk, úgyhogy nagyon jó. Megéri. Megéri csinálni. Be is jelentkeztem tojásra. Folytanyálom, amiközben ott boncoltam, mert tényleg szép, csak nem akartam megenni, mert hogy meleg volt, meg ott volt kint egy fél éjszakát. De ha valakinek lennének illúziói, a tyúkok azok nagyon rohadékok, és mindig azt gondolom, hogyha nagyobbak lennének, akkor minket is megennének. A tyúk nem egy jó fejcuki állat, ahogy az emberek gondolják egyáltalán. És most elkezdtek tojni, most még picik a tojások, mert hogy azt sem tudom, hogy mindenki tudja, hogy a tyúkoknak az életciklusában úgy van, hogy amikor elkezdenek tojni, akkor kicsi a tojás, ahogy nőnek, akkor nagyobb lesz a tojás, és életük véget felé megint lecsökken a tojás mérete. Tehát ez az SML méret, amit lehet kapni a boltokba, az igazából a tyúkoknak a korfüggő, igen. Tehát a fiat, és ezt hierce tojásnak is hívják ezt a kis méretűt, mert hogy ezek tavasziak, tehát olyan 6 hónap, 20-24 hetes kor között kezdenek el tolni a tyúkok attól függően, hogy milyen fajtához tartanak. Én egyébként Red Master 2-s hasznosításúakat vettem, ami azt jelenti, hogy tojnak is, de jó húsnak is. Úgyhogy ez a sztoriuk a tyúkoknak, és igen, néha le lesznek vágva. Mert hogy végül is azért vannak, hogy mi jó minőségű húst tudjunk enni, annak meg az az ára, hogy néha levágják. Az Red Master 2 olyan, mint egy mobiltelefon márka lenne, és már jövőre kijön a Red Master 3. Nagyon sok fajta van, tényleg elképesztő, és én szívem szerint nagyon sok fajtát tartanék, mert nagyon izgalmasak, meg cuki kinézetűek vannak, tehát hogy ezt még lehetne fokozni, meg szerintem fogom is azért de még. Két tyúk itt van kint. Tehát nem a kerítésen belül van, hanem itt kapirgálnak a tökök között, meg a... Igen, hát abból lesz az egyik halott nem sokára, mert hogy... Úgy túl okosak, átmásznak a kerítésű valamelyik... Igen, átmásznak, az egyik az átpréseli magát, és most már megtanította, úgy tűnik a másikat is, mert ez az első nap, hogy kettő van kint. Viszont ebbe az az izgalom, hogy ezt sokáig nem vettük észre, és akkor a tök mező van egy ilyen, azt most nem látszik. Mert ez tényleg az olyan, mint egy tök erdő, ezt te mondtad.
Zoli, ugye, mint egy tök erdő. Szerintem innen vannak a hintók egyébként. Lehet. Szóval a tök erdőbe így éppen gazoltam, hogy valamit csináltam, és találtam ott, mit tudom én, 6-8 tojás, mert hogy kiderült, hogy ő ki jár tojni. Hoppá. Igen, privacy-re vágyott a tyúk, és akkor így kijött, és ezt csinálja. Exporta dolgozik. És akkor te szépen fölkelsz reggel 6-kor, kijössz ide gazolni, majd 10-kor írsz egy cikket valamelyik online újságnak, majd délbe visszajössz gazolni, eszel valami ebédet, délután cikket írsz, este, amíg le nem megy a napocska, addig megint a kertben, vagy hát a mezőgazdasági földterületeden dolgozol, tehát ezt így képzeljük el? Igen, és amikor nagyon unom a cikkírást, akkor kijövök közbe és csinálok valamit, mert ugye a növények azok nem pofáznak, meg nem fenyegetnek, meg nem reklamálnak, úgyhogy velük sokkal jobb dolgozni. Meg látható a siker, tehát szerintem ez egy nagyon fontos és hogy kézzelfogható siker egyébként. Oknyomozó újságírásba hát... Kevés az impact faktor. Most már te is fekete kenyérrel és vörös hagymával táplálkozol, mint az igazi rendes mezőgazdasági munkás. Meg szalonna csak étvégén, nincs minden nap. Nem, de több az... nap, mint kolbász, ahogy a mondás is tartja. Nem, de mondjuk azt nagyon szeretem, amikor csinálok egy tésztát, és akkor kijövök, és akkor előveszem a paradicsom szószt, és a friss fűszerek vannak, és azt rakom bele, tehát azt nehezen lehet. Vagy hogyha padlizsánkrémet, azt nagyon szeretjük, és akkor az a saját fokhagymával, saját padlizsánnal van, az olyan dolog, ami szerintem így nagyon jó megélni. Úgyhogy igazából ezért csinálom. De azt akartam mondani, hogy volt egy másik újságíró, akit én nagyra tartok, egy HVG-s újságíró volt, azt hiszem, és ő könyvet is írt egyébként, akkora kertész lett, meg akkora annyira önfenntartásba ment el, meg ebből kezdett el élni, kiszállt, hogy írt egy könyvet, és ezt például nagyon sokat használom tanulni belőle, hogy ő hogy csinálja a dolgokat, és levezeti így januártól decemberig, hogy milyen feladatok vannak a kertben. Szerintem ezt is be fogom linkálni, úgyhogy nézzétek meg, mert hogy ez szerintem, ahogy én látom, ez egy egyre terjedő dolog, hogy az emberek elkezdtek amennyire lehet az önfenntartás felé fordulni, vagy érdeklődni egyáltalán, vagy a balkonon ültetni 3 tő paradicsomot, ami mindig sikerélmény. De hogy meg szerinted a világvége hangulat miatt van, vagy az árak elszállása, és akkor inkább oldjuk meg háztáiból? Szerintem egyrészt azért, mert a jó minőséget szeretnék az emberek, és az annak lehet hinni. Tehát a bióba azt mondod, hogy bió, vagy azt mondod, hogy vegyszermentes, azt soha nem fogod tudni, hogy az valójában az. Szerintem mondjuk itt fontos a bizalomindex, hogy így megnézed a másikat, és eldöntöd, hogy az hitelese neked, amit ő csinál, meg kommunikál. De igazából Magyarországon a biotermelőket csak papíron ellenőrzik. Tehát úgy van, hogyha te biót termesztesz, akkor bejelented, és ellenőrzik, és leadod ugyanúgy, hogy mondjuk vannak permetszerek, amiket lehet használni, nyilván ilyen növényi kivonatok, stb. De nagyon ritkán ellenőrzik. Régebben de minden évben ellenőrzik, én úgy tudom. Hát mit tudnak ellenőrizni? A földet tudják ellenőrizni, de ezek elég drága vizsgálatok, úgyhogy nem nagyon végzik el. Azok lehet, végzik el, mondjuk a HIP-nek, ami egy bébi ételgyártó, vannak Magyarországon is beszállítói, ők mondjuk minden szortimentet külön megnéznek és vizsgálnak, mert hogy náluk viszont ugye az nagyon kínos lenne, kiderülne, hogy a bio bébi étel az mégse bio. De hogy alapvetően ez Magyarországon, én úgy tudom, hogy főleg papír alapúan működik. Egyébként szerinted a ilyen környezettudatos, nem tudom, földgolyó megmentő szempontokból a bió fontosabb, vagy az, hogy helyben termelünk, és ezekkel a szállítási láncokat lerövidítjük, hogy melyik a nagyobb profit, vagy mind a kettőre törekedni kéne, vagy... Szerintem mind a kettőre, de például állattartásban nem lehetne megvalósítani, mert hogy olyan mennyiségű húst teszünk, hogy azt nem lehetne mondjuk kapirgálós tyúkokkal. Tehát ha kiszámolnánk, hogy évente a földön hány tyúkot kellene levágni ahhoz, hogy az a mennyiség elfogyjon, amit most fogyasztanak, azt például nem lehet kapirgálós tyúkokkal megtenni, mert nincs annyi földterület, ahol ezek a tyúkok élnének. És csökkenni fog a földterület mennyisége? Jó, hát egyébként erre válasz az, hogyha nem is lesz mindenki vega, de hogy régen se ettek az emberek minden nap húst. Nekem az szimpatikus egyébként. Heti egyszer volt, hús, igen. És egészen a 70-es, 80-es évekig Magyarországon még városban is teljesen normális volt, hogy egyébként a kert hátsó részében volt egy 6 négyzetméternyi kis
háztájé, nevezzük így. Akkor még volt mákos tészta? Mikor láttatok ti utoljára mákos tésztát? Hát de mákot lehet venni a boltban. Én azt mondom, hogy nem létezik, csak hogy mikor láttél utoljára mákos tésztát? Én nem voltam soha rajongója, én a káposztás tésztának vagyok ja. rajongója. És mikor láttél utoljára káposztának? Egy hónap. Most nincs szezonja, de... Egy hónapja ettem káposztás tésztát. Az gyakrabban hogy... elkészül, igen, nálunk is. De szerintem az nagyon fontos, hogy nem messziről szállítsuk az adott terméket. Tehát mondjuk nem biztos, hogy az avokádó, az bármennyire is finom, meg én nem akarok álszentelni, hogy soha nem eszem avokádót vagy ananászt, azért az nagyon-nagyon messziről jön, és nagyon nem tesz jót a földnek, hogy ezt mindenhol lehet enni. Az, hogy vegyszermentes vagy nem, az én földem nem bio, mert nincs minősítése, bár ezen nem 7 év kellene a földnek ahhoz, hogy megkapja azt, hogy vegyszer, vagy egy bio legyen, ezen soha nem volt vegyszerezve. És a szomszédban sem lehet. Tehát, hogy a mellette lévő földterületeken sem szabad. Mert hogy ezt az állapotot gyomírtó nélkül értük el? Igen, ezt az állapotot teljesen gyomírtó nélkül. Igen. Ez szép. Kassa és Barnabás a föld, mi az exkavátorral jött. Készíteni fogok egy azonosításra alkalmatlan fotót, és betesszük valahova, hogy ezt lehet tudjátok képzelni, a ligetesített akácfaerdő. Igen, tehát ez tényleg olyan akácfaerdő, ami tulajdonképpen be van füvesítve. Képzeljétek el, most voltunk Villányban egy hetet, hogy milyen fesztivál van, segítsetek? Ördögkatlanon. Hát ez nem egy hete volt, egy hónapja, de igen. Hónapja, igen, nyáron. De, mint egy hete lett volna. Majd belinkeljük, de hogy ott egy lakásétteremben ebédeltünk valamelyik nap, ahol a lakásétterem tulajdonosainak az volt az alaptulajdonsága, hogy ők szarvasgomba tenyésztők, de hát volt egy kis erdőjük, amiben tervezetten szarvasgombát tenyésztettek, és az összes ételhez volt valami szarvasgomba érintettsége. Nagyon finom volt egyébként, majd berakjuk a linket. És jó, igen, csak azt akartam, hogy viszont szerintem nem gazdagodtak meg. Szerencsére én el tudom adni háztól a dolgokat, tehát hogy nekem nincs olyan problémám, hogy ne lenne itt felvevő piaca, de mondjuk ez egy olyan környék, aki meg tudja engedni magának, hogy esetleg drágább áron is így vásároljon terményeket. De én mindenkit arra biztatok, hogy próbálja ki, mert szerintem egy nagyon jó dolog, és nem egy drága dolog. Tehát vesz egy adag magot, 300 forintért, palántáz, elkezdés. Az idő a drága. Ja, hát tudod, mindenkinek mire van ideje, szokták igen. volt mondani. Igen, de azért, ha kiszámolnánk, akkor azért nem órabérbe ez... Órabérbe nem jön ki, nem éri meg, és nyilván termelni akkor éri meg, hogyha nagy területed van. Tehát, hogy nem véletlenül van gépesítve, stb. Tehát, hogy ez igazából egy hobbi, meg egy játék, amiben megtermelem magunknak, amire szükségünk van, és a felesleget el lehet adni. A haveroknak. A haveroknak, meg elvinni ajándékba, és mennyire menő, amikor beállítasz egy tökkel a bulira, hogy hoztad. Egy ilyen egy... óriási nagy, tehát vinnyire nagyobb méretű tökkel, és így odaadod a házi asszonynak, igen. hogy hát akkor... Azt szerintem a Steyr-ról ajtok, amire te lelkesedsz, mert az nagy, és annak ugye az, abból van a tök mag, mert hogy azt nem kell pucolni, és akkor annak a maradékát meg majd meg fogják enni a tyúkok, tehát, hogy... Szóval ezért jöttünk ide, mert még ez utolsó olyan alkalom, amikor kint tudunk lenni, és nincs még hideg itt szeptember elején. Optimista vagyok. Állítok, hosszú nyarunk lesz. Decemberig tart majd. Nagyon remélem. Ne remél, mert ez a klímaváltozás miatt van, és ez nem jó. Nem jó, tudom, meg idén például a házfát leették a cserebogarak, mert hogy nagyon sokan voltak, és lezabálták a leveleit, úgyhogy aminek az az oka, hogy mondjuk -3-nál szerintem, vagy -5-nél nem volt alacsonyabb a hőmérséklet. Nem, mint télen. Télen persze, úgyhogy ez jó hangzik, de alapvetően ez nem egy jó dolog. Milyen fő témánk, nézek magamra, és meg kellene próbálnom felvezetni a fő témát. Elkezdted, hogy amennyiben a fő téma a MOC nevezetű áramlásnak a leállása. De nem az a fő téma. Nem az a fő téma. Jó, ez esetben kérlek, áruld el, mi a fő téma. Nem, mert az egy cikk, oké, akkor ha már megemlítetted, be fogjuk linkelni, de ezentúl nem készültünk rá föl, és rendkívül lelombozó az a cikk, és nagyon durva. Lehet, hogy kéne róla majd esetleg külön adást csinálni, vagy erről az egész témakörül még egyet, meg a nem növekedésről, meg ezekről beszélni, de nem, tehát a fő témánknak azt hoztam, hogy nettó politika, nettó közélet, hogy itt vagyunk 2023, hát most már szeptemberben, egymásra rakódó
problémákat látunk az országban, tehát az oktatás helyzetét nem kell ecsetelni, megpróbálják eltitkolni, de azért komoly problémák vannak a közoktatásban. A vicces része például az egészségügynek az, hogy kiderül, hogy 700 valamennyi házi orvosi betöltetlen praxis van, hogy oldjuk meg, összevonjuk a területeket, és akkor hirtelenében nem lesz annyi hiányzó házi orvos, szuper. Tehát, hogy ilyen, ugye a válságok soha nem úgy, vagy akkor, amikor összedől egy ország, az nem úgy dől össze, hogy egyik napról másikra, és másnap nincs busz, hanem mindig egyre rosszabb, mindig egy picit rosszabb, de hát nyilván fog folyni a csapból a víz. Tehát itt vagyunk egy ilyen helyzetben, óriási... Már ha folyik a csapból a víz. Már ha folyik a csapból a víz. Mert a vízgazdálkodásunkkal is probléma. Azzal is, meg az akkumulátorgyárak, tehát tényleg sorolhatnánk, hogy mennyi minden probléma van, amit mindenki érez magán, az nyilván az infláció, és a most már a sorozatban a negyedévben csökkenő hazai össztermék, tehát a gazdaság az gyakorlatilag stagnál, viszont infláció vágtat, tehát mindenki rosszabbul él ahhoz képest, hogy mondjuk hogy élt egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, és ehhez képest az látszódik a közvéleménykutatásoknál, nagy zárójelet nyitok, megszűntek igazából a közvéleménykutatások, tehát az történik, hogy két intézet az, aki havonta, de inkább két havonta mérnek 1000 fős mintán, tehát ennyi, ez az IDEA az egyik, és a Republikon a másik, gyakorlatilag nem nagyon mér már senki. Nyilvánvalóan a Rogánék mérnek heti szinten, tehát hogy ők egészen pontosan tudják, hogy mi zajlik ebben a társadalomban, de az ellenzék nem. Egyébként, és ha megnézzük ezeket az ellenzék is, nem? Tessz. Világos, és hogyha megnézzük ezeket a kutatásokat, amiket ez a kettő intézet kihoz, amik nem a két legmegbízhatóbb intézet, azért ezt egy ilyen podcastban lemerem, vagy kimerem jelenteni csak szubjektív módon, de legalább ők mérnek, abból az látszódik, hogy azért egy olyan jó 7-800 ezer Fidesz szavazó eltűnt a Fidesz mögül, annyi, de azok nem jelentek meg sehol. Tehát apatikusak? Igen. Nem válaszolnak, meg nincs véleményük, meg azt mondják, hogy nem tudnának elmenni szavazni. Tehát, hogy nem jelentek meg az ellenzéknél. Ha egy kicsit, ahol megjelentek az a két nem establishment ellenzékinek nevezett párt, most igen, a kétfarkú kutya pártot gondolom az egyiknek, de az igazából ellenzéki azért volt, amilyen bizonytalan, mert mondjuk a Mi Hazánkot ér, ráadásul nem is gondolom ellenzéki pártnak. Tehát, hogy a két olyannál jelenik meg, aki nem a bevett ellenzéknek a része, és hogy a Fidesz most is kétharmadot kapna. Ez így a fő témám. Vagy igen, tehát vagy háromnegyedet, vagy négyötödöt, vagy öthatodot. Ebben az inflációval, az oktatással, az egészségügyel. Igen, tehát itt tartunk 2023. szeptemberében. A kevesebb, mint 10 hónap van a következő választásra, akik erről már egyszer már beszéltünk, vagy talán már többször, és EP önkormányzati, és jelenállás szerint simán kétharmad lesz 2026. Tehát itt én ezt látom. Ezt hoztuk fő témaként, hogy ki mit gondoltok erről. Az honnan derült ki egyébként, hogy azok a szavazók, azok a mármint részben a kutyapártnál, illetve a másik? Mi Hazánk. Mi Hazánk, mit anyánk? Mi Hazánk, igen. Keverem, hogy éppen hogy fogják a náci pártot. Szóval, hogy ott jelentek meg, és nem azok a szavazók nem a DK-tól, meg a Jobbiktól származnak. Ez kimutatható egyáltalán? Tehát minden ilyen grafikonhoz, meg méréshez készül hosszú összefoglaló, rövidebb vagy hosszabb összefoglaló, ezt általában a kutatók szokták akkor leírni, ott írják le. Egyébként, hogyha elkezdjük vizsgálni ezeket a grafikonokat, akkor nagyjából talán mi is erre következtetnénk. Tehát az, hogy hogyan, ugye úgy kell ezekkel a sok módszer van, hogy hogyan kell ezekkel bánni, ezekkel a grafikonok. Az egyik az biztos az, hogy mondjuk az elmúlt fél év, tehát minden hónapját egymás mellé adatsorba összenézni, és akkor nézni trendeket, nézni idővonalakat, és akkor abból valami kirajzolódik. Tehát ilyenekből a végén mi is arra jutnánk, hogy egy része ezeknél jelent meg, mert nem tört át a DK, nem tört át a Momentum, nem tört át az LMP, vagy a Párbeszéd, vagy a Szocik. Tehát, hogy az ellenzéki pártoknál nem növekszik. Hát én azt gondolom, hogy az MSZP-nél kizetten csökkent a támogatottság az utóbbi időben, a Jobbiknál dettó, a kispártoknál sose volt nagy. Van két új párt. Azt ugye ne felejtsük el, hogy két új párt létrejött, mert a Márki-Zájnak a mozgalma az tulajdonképpen hivatalosan párt lett. Én nem tudom, hogy a Jakab Péternek a megkapta már, de azt tudom, hogy ő is. Azt tudom, hogy beadta. Tehát én addig jutottam, hogy ő beadta a kérelmet a cégbíróság, vagy hova kellett beküldeni, hogy ő párt szeretne lenni.
Tehát, hogy... Igen, a Márki-Zaynak a pártja, azt most már nem most először mérték szeptemberben, meg augusztusban, hanem azért mérik már hónapok óta, és az látszódik, hogy lehet, hogy korai, és akkor megkövetek mindenkit, de erősen elbukott projektnek tűnik. Tehát, hogy nem látszódik a áttörés, ilyen 1%-ok, meg fél százalékok, úgy, hogy már fél éve folyamatosan azzal megy, hogy ők párt és jobboldali konzervatívként elfogadnak indulni az EP választásról. Tehát, hogy nincs áttörés, hiába csináltak új pártot. De igen, vannak új pártok is, hát szuper. Nekem... Hát, hogy a Kapitál Mozgalom ellen neveztem, tényleg nem. Tehát, hogy... Szerintem érhetetlen, de igen. De én ebben gondolkodtam én is, hogy ez miért történt, meg hiszem olvastam talán valahol egy cikket róla, talán a Válasz Online-on, de nem vagyok benne biztos. Van egy olyan momentum, ami mindebben nem jelenik meg, tehát ebben a gazdasági visszaesésben, talán a legtöbb embert érintene, az pedig a munkanélküliség. Én azt gondolom, hogy akármennyire rosszul megy az országnak, és tényleg rosszul megy, mert én kiegészíteném azt az adatot, hogy egy 26%-os vagy 24%-os infláció mellett a költségvetés áfa bevétele az kevesebb, mint 3%-kal nőtt. Uh-huh. Magyarán szólva a különbözet, az tulajdonképpen fogyasztás visszaesés, ami azt jelenti, hogy életszínvonal csökkentés tulajdonképpen, mert nem vásároljuk meg azokat a dolgokat, ami kell. Tehát, hogy azért ez egy borzasztó nagy szám. Hiszen a 23%-os és 25%-os inflációnál az áfa bevételnek is nőni kéne, ha nem is egyenesen, arányosan, de nominálisan nőni kéne, na most az 3% körül mozog, plusz-minuszban, tehát hogy ez a munkanélküliség viszont nem nőtt. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom ebből, azok az emberek, akik, tehát az emberek nagy tömege, azt észreveszi, hogy 1000 forint lett a baj, és lehet, hogy visszatér a ráma margarinhoz, vagy ami olcsóbb, de még mindig dolgozik, még mindig viszonylag stabil a munkahelye, még mindig tud munkahelyet váltani egyszerűen, mert hogy tulajdonképpen nincs munkaerő felesleg, azt nem mondom, hogy óriási munkaerő hiány van, mert az én szakmában is látszik már, hogy azért az építőiparban könnyebb helyet találni, könnyebb brigádot találni, könnyebben tud az ember szakipari munkához jutni, de az nincs, hogy munkanélküliség van. És szerintem ez az egyik az, amit ők szerintem borzasztóan mérnek, mert az lenne az a pont, amikor rengetegen elkezdik elveszteni, tehát mint például a 2008-as válságnál, amikor rengetegen elkezdték elveszteni a munkahelyüket, akkor... Az kilátástalan. Az teljesen kilátástalan. Uh-huh. Az, hogy én dolgozok és mondjuk 23%-os inflációnál 10%-os béremelést kaptam, azt a maradék 13%-ot, azt levesztük az olcsóbb terméket a polcról. Megoldod, összefúzod, elkezded ügyeskedni. Szívod a fogad, nem örülsz neki, Igen, de meg akkor olcsóbb, akkor többször ez káposztástészta, meg nem tudom én, tehát hogy... De tudok dolgozni, tehát reggel be kell mennem, nincs kilátástalan helyzetem. Az, hogy mekkora réteg jut el, azt én nem látom arra pontra, hogy kilátástalan lesz a helyzete, hiszen ha ugye mindenki tudja, vagy hát mindenki gondolom azt a logikát, azt tudja követni, hogy 250 000 forintból 23%-os inflációt elviselni, vagy 450 000 forintból 23%-os vagy 23%-os inflációt elviselni, ez egy más dolog. Tehát biztos, hogy elindult egy iszonyúan leszakadó réteg, de az a leszakadó réteg is még dolgozik, és még mindig nincs munkanélküliség, és még mindig inkább föl tudják menni az embereket dolgozni. Tehát én azt gondolom, ez az egyik kulcs, hogy ezek a választók, vagy ez a társadalom nagy elégedetlensége, az nem jelenik meg a közvéleménykutatások. Én meg azt gondolom egyébként tök mást, hogy azért apolitizálódnak az emberek, azért nem jelölnek már meg párpreferenciát, azért mondják, hogy nem mennek el, vagy nem fognak tudni választani, mert hogy megszűntek a közéletnek a terei, vagy tehát nem szűntek meg, de nagyon kisebbre húzódtak össze, tehát hogy ha nem vagy ellátva igazi politikai témákkal, a médiából, a közösségedből, ha nincsenek olyan helyek, ahol ezekről értelmesen tudsz beszélgetni másokkal, mert hogy ők is ugyanazokat élik meg, akkor egy idő után nem fog érdekelni csak az, hogy mi történt a Forma 1, meg a fociban, meg a nem tudom micsoda. Tehát, nem a közéleti témák fognak foglalkoztatni embereket, hanem amit mondjuk a családjukkal tudnak megbeszélni, vagy amit mondjuk a médiából kapnak. Én azt gondolom, hogy ma a nagy mainstream médiákban lehet, hogy minden üzenet eljut, de hogy olyan silány minőségű és annyira
annyira nem kelti fel az emberek érdeklődését, hogy nincs miről beszélgetni. Tehát, hogy nem tudsz arról beszélgetni, hogy megint kétharmad lesz. Nem tudsz arról beszélgetni, hogy elbukott az M&M, vagy nem tudom, De az emberek beszélgetnek egymással, és igen, hogyha... de nem erről. Hát nem erről, de majd választani nekik is kell. De ugye csak azok az emberek tudnak választani, akik általában közélettel legalább beszéd szintjén, vélemény szintjén foglalkoznak. Szerintem a mindennapi élet nehézségei megölték ezt. Tehát, hogyha nekem az az élet, tehát hogyha a rezsiért és az élelmiszerért dolgozom, meg kifizessem a magánorvost, akkor nem foglalkozom a többivel, mert egyszerűen se energiám, se időm, se semmim nincsen rá. És szerintem az emberek nagy része ebben így van, hogy már elegük van egyszerűen. Tehát rosszul vannak a politikusoktól, azt gondolják, hogy mindegyik hazudik, korruptak, stb. Stb. És akkor a buborékokban az emberek persze valamilyen szinten helyeslően szidják a kormányt, vagy dicsőítik a kormányt attól függően, hogy melyik oldalon vannak. Egyébként pedig a mindennapjaikkal vannak elfoglalva. Hogy például nincsen matek tanár már az iskolába a gyereknek, mert nem tudom, nem veszik fel a bölcsödébe, mert nincsen hely, vagy éppen kivezetik a nem tudom, csokot, vagy babavárót, vagy mit, és akkor hogyan fog a friss házas lakást venni ezeken az árak mellett. Tehát, hogy... Hát meg érted, hogyha felszámolod az oktatást, akkor egy idő után nem lesz majd miről beszélgetni az embereknek, mert nem fogják érteni a... Még a legegyszerűbb üzeneteken kívül szinte semmit sem. Tehát, hogyha ma azzal jött haza a fiam, hogy a Nagy Imre emlékhelyen voltak a Rózsadombon, ahol ő lakott, és így megtekintették a írógépét, meg a cigarettatárcáját. Tehát, hogy ez maradt meg a Nagy Imre történetből, az 56-as történetből, a kultuszból. De nem fasisztázták le, az is valami. Hát még. Várjuk ki a végét. De hogy basszus, hát ez hogy fog az én gyerekem, hogyha ilyen élményt kap az oktatásból, arról beszélgetni bárkivel, hogy arról érvelni, hogy most Nagy Imrének milyen szerepe volt 56-ban, vagy a történelmünkben. És hát azon kívül, egy kicsit így belekapcsolódva hozzád, hogy nincs terep, meg nincs... De igazán azt látom, és ezt nem akarok megint belemenni az ellenzék szidásába, meg a... De sajnos az a realitás, hogy nem nagyon van jelen választási lehetőség sem. Alternatíva, tehát hogy igen, nem lehetnek alternatívát az nincs emberek. Alternatíva, tehát nagyon szerencsésen a jelenlegi politikai erők tulajdonképpen olyan témákat kapnak föl, és olyan témákra húzzák elő, hogy aminek nincsen a hétköznapi életben jelentősége. Most nézzük meg a tegnap előtti legújabb nagy számot, hogy a Moszkvában a tankönyvben lefasisztázták az 56-os forradalmat. Ez egy szimbolikus ügy. Ez az ország nem tartott, és én nem tudom elképzelni, hogy reggel a 7-es buszon fél hétkor, amikor, vagy fél hatkor, amikor álmosan megyek dolgozni, akkor erről beszélgessek, hogy hát, hogy mi jelent meg Moszkvába a tankönyvben. Én értem, hogy szimbolika kell a politikába. Én azt is értem, hogy igenis fel kell vállalni szimbolikus dolgokat, hiszen ezzel azonosítjuk magunkat. De én azt gondolom, hogy ezek a témák a nagy általánosságban egyszerűen nem tartanak olyan érdeklődésre számot, nem adnak akkora üzenetet. Igen, neked igen, mert te érdeklődsz a közélet iránt, te érdeklődsz a politika iránt, te látod azt, amit, hogy tulajdonképpen mi történik, hogy szírszarél berángatjuk a svéd nagykövetet, szírszarél meg hozzá inkább elbújunk, és látjuk, hogy az, kik voltak itt augusztus 20-án, és mindent látunk, meg mindent átélünk, de a szerintem az emberek tömegének ez egy teljesen irreleváns eset, hogy mi jelent meg a tizedikes moszkvai tankönyvben. Én egyetértek veled, amikor azt mondod, hogy egyébként az embereket ez nem érdekli, de szerintem ez pont az az ügy, ami a fideszes szavazóknak a mélyére tudna menni, hogyha ezt egyszerre nagyon hosszú ideig folyamatosan az előtérbe tolná az ellenzék, vagy az ellenzéki média egy része, vagy az ellenzéki emberek. De nem, ez nem oldja meg azt a problémát, hogy mondjuk nem látszik alternatíva, nem látszik az, hogy ki tudná átvenni a kormányrudat egy 2026 után, de ez az elemébe vág a fideszes szavazóknak szerintem, mert
ő nekik az egyik identitásuk alapja az 56-os események, a pesti srácok, az, hogy a szovjetek ellen megyünk, stb. Stb. És azt a pálvatáncot még lenyelik, hogy Orbán Viktor egy reál politikus, aki azt mondja, most az ő narratívájukat mondom, aki azt mondja Orbán Viktor, hogy mi nem veszünk össze az orosz medvével, hát most a tranziton is ilyesmiket magyarázott, hogy nincs eszme, nem az eszme az érdekes, hanem az az érdekes, hogy nem beszélünk ideológiákról, hanem gyakorlati dolgokról beszélünk, ezekről az országokról, és közben viszont ezek az országok lefasisztázzák mondjuk az egyik legnagyobb hősünket, tehát ez okozhatna a Fidesz szavazók egy részében komoly önellentmondást, ami segít abba, hogy leszedjen szavazókat a Fideszről. Az nem oldja meg, hogy utána azok nem jelennek meg sehol. Tehát én ebből szapulból csak félig értek veled egyet. Szerintem ez egy fontos ügy lehetett volna, nem azért, hogy legyen alternatíva, hanem azért, hogy szakadjanak le újabb és újabb részek. De ehhez képest nem nagyon látom, hogy az ellenzék verné az asztalt. Tehát az a furcsa, hogy még kvázi tálcán kínálják nekik a megoldást, vagy a nem megoldást, de ez egy lehetőséget, és nem látom, hogy bármilyen módon történne ebben valami. Miért van ez? Őszintén szóval én azt látom, hogy a hat párt hatféle ügyet visz minden nap, és egyiket sem viszik egy napnál tovább, hanem mindig kiadják az éppen aktuális napi sajtóközleményt valami üggyel kapcsolatban. Hadházi mindig posztol valami kis korrupciót. Igen, tehát én ezt látom, és ez annyira széttörödezett, hogy egyszerűen nem mennek át az üzenetek. Ami átmegy, az látszódik, hogy a zöld pártok, itt is inkább az LMP megy át jobban, az akkumulátor ügyeket tudják helybe vinni. Tehát ez látszódik. Az LMP kifejezetten ráment arra, hogy ő nem kommentálja a napi politikai ügyeket. Ő egy dolgot érdekel, hogy az akkumulátor gyárka mi van. Hasonló irányba ment el még a másik zöld párt is, de egyébként mindenki azt csinálja, hogy tényleg reggel megnézik, hogy tegnap mi volt a 444-en, meg a Telexen, meg a 24.hu-n is a három legdurább ügyben kiadnak sajtóközleményt a pártok. Ennek valóban nincs értelme szerintem. De erről már beszéltünk több adásban, hogy ennek általában nincs értelme, vagy látszik, hogy ennek nincs értelme. Zoli, milyen párt preferenciákat nézel az országgyűlési választásokról? Ebben belinkelte az áron. Nem, ez nem nyilvános. Ez nem nyilvános. És ez budapesti adat. Ez egy budapesti adat. Ez egy titkos információ. Igen, ez egy budapesti adat, nem túl régi mérés, az látszódik, hogy totál más, milyen az országhoz képest Budapesten a szavazási hajlandósága. Jelenállás szerint nem lesz fideszes áttörés továbbra sem Budapesten. Tehát, hogy az látszódik, hogy egyszerűen budapestieknek átment az, hogy szivatják a városukat, hogy a kormány nem ad pénzt, tehát nem a Karácsony Gergelyt hibáztatják egy csomó minden miatt, hanem a kormány. Tehát ezek látszódnak. Hát ez abból is gondolom én, hogy nincs már valaki kitolva, aki... Tehát azért, ha belegondolunk... Ja, hogy nincs fideszes... Hát 80 nap múlva ma már aztán 9. Még mindig csak tippelhetünk. Igen, hogy nincs kitolva egy arc. Ahhoz képest, hogy a kis térségünk országgyűlési képviselőjének a működését nézem, ő tulajdonképpen már kampányol, még hiába nincs név, de már ő kampányol. Tehát, hogy őt minden héten látod valamelyik faluba, minden héten. Kampány az mindig a választás utáni másnap indul. Hogy ő folyamatosan kampányol, én ezt Budapesten nem érzem a Fidesznél. Én azt gondolom, hogy szerintem a Fidesz elengedte nagyjából Budapestet, vagy egész reálisan látja azt, hogy itt ő nem fog tudni borzasztó nagy áttörést létrehozni. Ez volt a tervük, tehát egy fél évvel ezelőtt még ez volt a tervük, hogy megpróbálják visszaszerezni. Most már csak az első kerületet akarják, tehát az nekik nagyon fájó pont, Ez a szokásos 1-2-12. Igen, és ebből azt tudják, hogy a második kerületet nem tudják, szerintem az Őrsi Gergelyt nem tudják, de a... A 12 is billeg. Az Őrsi Gergely az a harmadik, nem? Nem, a második. Igen, a Vénaszhelyi Márta, hogy azt nagyon vissza akarják, szóval az látszódik, hogy az nekik nagyon fájó pont, hogy a budai várat elvesztették. Tehát szerintem most már csak abba gondolkodnak, meg egy-két külső kerületbe hátra tudnak fordítani. Én azt gondolom, hogy a harmadik kerületre rá fognak menni. Valamiért ezt látom, hogy a harmadik kerületben. Van ott egy erős emberük? Hát szerintem visszahívják. Ki a Busz Balázs? Igen. Én az. Van a Fideszben egy ilyen ökölszabály, hogy aki bukott, azt még egyszer nem indítják. Tehát, hogy nincs olyan, hogy 4 vagy ilyetek 5 évvel később. Nincs 500 szavazat, amivel elbuktak.
Persze, hát a Vina az első körben, nem tudom, 50%-al nyert a Vina száj, vagy nem tudom, 100%-al, tehát hogy nagyon szűkösen. Az a legnagyobb problémám, hogy azt sem tudom, tehát nem látom a lehetőséget, nem látom a vágyat, nem látom a reményt, hogy itt valaki 2026-ig egyszer csak majd letesz valamit az asztalra. Még mindig a legpártszerűbben, bár számomra kevésbé szimpatikus, de a legpártszerűbben működő ellenzéki pártot, a DK-t, ugye? Igen, egyébként ez tagadhatatlan. De ő bennük se látom azt az erőt, tehát megcsináltak ezt az árnyék kormányt, ami egyszer csak megjelent, és aztán onnantól kezdve én... Kicsit én... elhalványult, igen. Ugye? Igen, tehát én onnantól... Árnyékba vonult, sötét volt az árnyék. Itt a nyáron teljesen eltűnt. Tehát, hogy én nem látom azt, hogy ők... Ezt... Szerintem a DK-t egyébként azt tartja fönn, ami lenni is, tehát, hogy a Gyurcsány személyében megtalálták a maguk messiását, egy csoport, aki kiadja ezt a nem tudom, tizenvalahány százalékot, ami az ő támogatottságuk, és ez sose lesz több. Tehát, hogy a többieknek egy másik messiás kell. Igazából a Gyurcsány átvette az MSZP-t, csak 10 évig tartott, vagy nem tudom, tizenvalahány évig tartott, és úgy, hogy egy új pártot kellett létrehozni, és át kell szükkezni a embereket, a szavazókat, minden. De hogy, tehát, hogy ennyi történt, tehát, tehát ez a baloldali szoci szavazó réteg, ez akkor most a DK-nál van, és a MSZP-nél. Hát igen, ő úgy nyert meg egy MSZP-s pártelnök szavazást, hogy egy furcsa módon. Igen, hát, kívülről tízre. Azok a szocik vannak ott, akik elfogadták, hogy itt a Gyurcsány a főnök. Igen. Illetve hát azért egy csomóan átmentek a DK-ba, tehát azok a politikusok vannak még szerintem ott, akik mondjuk úgy hívjuk úgy, hogy hivatásos politikusok. Ne legyünk igazságtalanok, máshonnan is mentek azért, nyilván nem csak az MSZP-től, tehát igen, sok helyen, nyáron folyamatosan mentek. Hát ugye nálunk a Momentumtól, hogy tehát mi környékünkön, tehát hogy így, de azok a politikusok mentek oda, akik hivatásos politikusok, és ebben egyszerűen több fantáziát, illetve több állást, megélhetést. De ebben van egy gravitáció is, nem? Tehát, hogy azok a pártok, akik mondjuk most a DK, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, ha tetszik, hanem, hogy az, pont ezeket a profi politikusokat, ezeket magukhoz rántják, mert ott remélik azt, hogy ők ismét munkához jutnak, vagy nem tudom. Nem csak ők, hanem ugye, hogyha nem jött össze az, hogy ilyen, mit tudom én, koordinált lista, vagy koordináció 2018, nem jött össze az, hogy jobb oldalról hozunk egy miniszterelnök jelöltet, és mindenki egy listán szerepel, lásd 2022, tehát csomó ilyen szcenárió nem jött össze, akkor azt döntött el a DK szerintem egy évvel ezelőtt, hogy jó, akkor most azt csináljuk, hogy megpróbáljuk tömbösíteni, túl sok a párt, túl sok az túl szétaprózódott minden, ki kell növekedni a rendszerből, és akkor mi leszünk a legnagyobbak, és vagy többiek eltűnnek, vagy betapozódnak, és akkor ők ebben az irányba mennek el. De ugye ebből az következik, hogy ők ilyen értelemben lemondtak arról legalább néhány éven keresztül, hogy legyen bármiféle egységes ellenzéki koordináció, akár a kommunikációban, akár mindenben, hanem az most a cél, hogy versenyezzenek. Csak szerintem ebből a stratégiából az következik, hogy nem lehet 25-ben majd a kalapból előhúzni megint egy miniszterelnök jelöltet, aki mindenki elfogad, mindenki szeret, és tökre föl van építve. Tehát, hogy egyszerűen nincs rá idő, akkor ebből mit következik, majd hozzák a Dobrev Klárát, vagy nem tudom, hoznak valami ismert DK-s arcot, hogy akkor ő legyen a miniszterelnök jelölt, azzal meg tudjuk, hogy nem lesz győzelem. Tehát, hogy ők most a kinövekedésben hisznek, de hát ez megáll, tehát, hogy a DK növekedése nem növekszik tovább. Szerintem is plafonon van. Azt látszik a mérésekből, hogy az elmúlt hónapokban legnagyobb, és ennyi. Azt szerintetek, hogy érzitek, mindenki levonta a tanulságot a előző választások? Melyik mindenki? Hát az összefogás. Nem, az összefogás pártjai. Én most úgy érzem, hogy igen. Tehát, hogy nem tudom, hallottátok-e, volt ez a szikrás, meg nem valósult tábor, ami végül a Ligetben egy pódiumbeszélgetésben csúcsosodott ki, ahol az Ungár Péter, segítsetek. Ungár? Hajnal Miklós, tényleg, és a 444-es csávó volt a moderátor. Így van, a Plankó. És szerintem a Jambi volt. Igen. Volt a harmadik. Én ott abból a beszélgetésből azt vettem le, hogy a szereplők mindegyik egyetértett abban, hogy itt az összefogás dolog, ezt a kísérletet nem végzi el még egyszer az ellenzék 26-ban. De hát erről is már beszéltünk sokszor, hogy akkor az automatikus bukás, tehát nincs olyan, hogy a Fidesz ellenében három párt indul. Hát de akkor talán eljutunk oda, hogy ha Fidesz ellenében ugye
el fog indulni a három, öt párt is el fog indulni, hiszen mindenki el fog indulni a választáson, de lesz három talán, aki majd túléli. És akkor 2030-ra gyúrunk. Igen. Halljátok a szomszédba a birkákat. Hallgatók, halljátok a szomszédba a birkákat. Szerintem hallgatók, halljátok. Kis fáj a szívem. Ja, szóval én nagyon pessimista vagyok, tehát szerintem az Orbán nem véletlenül mondta be most már nem a 2030-at, emlékeztek rá? Én 2018 körül mondta be a 2030-at, akkor mindenki hüledezett, hogy úristen, úristen, még 12 évig még itt lesz velünk, és most már nem 2030-ban gondolkodik, mert Orbán sajnos mindig is látott a pályán, azt gondolom, és ő látja, hogy ez 30-ig biztos állatszövek, és aztán még ki tudja, hogy meddig. Hát nézd, politikusi korban még fiatal. Én csak a Buhár Dánielt idéztem. Oké. Okay. Most rögtön a fiatalságra megy rá, mintha öregem már nem állna a szöveg. Igen, hát érted, ott van a Joe Biden, ott van a Donald Trump, ezek mind 70-80 éves öreg emberek, és még mindig azon, tehát ők közöttük megy a jelenállás szerint az amerikai elnökválasztás majd jövőre, nem pedig fiatal 60-asok között vagy. Igen. Fiatal, 70 éves emberek között. Tehát Orbán szerintem jelen állás szerint ő nem tart attól, hogy az ellenzék túl sok vizet zavarna. Hány éves most Orbán? 60, 59. Szerintem, ne, elmúlt már 60, nem? 60. Tehát pont 60. 60, igen. 63-as. Úgy tudom. Oké. Okay. 60 éves. Ebben benne van egy jó 20 év, még simán. Ha a koleszterin nem... tehát, hogy ha bele nem viszi el, akkor ebben benne van még 20 év. Lehet, igen. Ezt nem tudom. Vagy nem unja meg? Bár ezt nem tudom elképzelni, nem. Hogy ő a hatalom. Nem. Tudom, ez volt a nagy témánk, okosat nem tudtunk mondani. Ugye, te is ingatod a fedet, lamentálunk, kicsit mondunk néhány gondolatot, elég negatívan látjuk itt a folyamatokat, meg a helyzetet. Az biztos, hogy az ország problémája nem fognak megoldozni, én a Fidesztől nem várok semmit. Tehát, hogy nem fogja megoldani a tanárhelyzetet, az oktatás, az egészségügyet, nem érdekli. Nem célja. Ez nagyon fontos mindenkinek megérteni, nem célja. Ők régen megmérték, hogy nem számítanak ezek a társadalmi rendszerek, annak szempontjából, hogy ők tudnak-e nyerni választást vagy nem, és mivel az egyértelmű látszik, hogy a magyar népnek nem számít, hogy milyenek ezek a társadalmi rendszerek, ezért ők nem foglalkoznak ezzel. Ezt meg kell érteni. Egyébként még visszatérve egy pillanatra, amit a Digi mondott, nagyon érdekes, egy agrárkonferenciának a beszélgetését hallgattam, és hogy ott például egy olyan szempont merült fel, amire sokan nem gondolnak, hogy jönnek ugye Debrecen környékére akkumulátorgyár, és hogy a gazdák attól félnek, és ez valószínűleg így is lesz, hogy elviszik egyszerűen a munkaerőt a gyárak, és nem lesz ki dolgozón a földeken. Ami egy abszolút elképzelhető szenárió, és viszont, hogyha nincsen földművelés, akkor az akkumulátor gyári munkás se fog tudni enni velünk hát, együtt. A spanyol paradicsom és a ugyanonnan származó banán azért még mindig jó lesz. A mezőgazdaság búza meg árpa nem. A mezőgazdaság a jó években is a GDP 3-5% között ad hozzá. Tehát, hogy... A GDP az lehet, de az élelmezésünk szempontjából nagyon fontos hát lenne, ugye? Szerintem simán megoldják importból az élelmezésünket annyira, hogy egy akkumulátorgyári munkás megkapja, ami a munkavégzéshez szükséges kalória. Jól van, megnyugodtam. Én azért együtt érzek. Meg jönni fog akkor a Vietnámból, meg Hongkongból a földekre. A kisebb emberek. Tehát, hogy... Mint ahogy most mi jöttek, indiai asszonyok jöttek. Kamionsofőrök. Igen, meg bangladesiek is dolgoznak már, úgyhogy... Abszolút. Ugye azzal kezdték itt a tanulást, hogy meg kell tanulniuk itt a bal oldalon közlekedni. Kezdjük az alapoknál. Az alapoknál indulunk itt a kamionsofőrködés itt Európában. Ja igen, mert Indiában ugye a másik oldalon közlekedni. Viszont valószínűleg nem fognak hinni, mint a hozzánkiai. Hogy így a nagy témára átvált, csak a kis témára, ugyanígy, ugye én hoztam be ezt a fideszes ellentmondást, hogy amikor a Novák Katalin nem olyan régen kint járt Oroszországban, ő találkozott, vagy Ukrajnában, ő találkozott Zelenszkijjel,
és ő például megerősítette, hogy hát a Krím tulajdonképpen az ukrán, vissza kéne kapnia az ukránoknak, miközben az Orbán Viktorunk meg teljesen mást mond, mint miniszterelnök. Ő csak azt mondta, hogy egy tisztességes Ukrajnának szuverenitás kell, és egy tisztességes békét kell kötni. Tehát ő például területi integritásról, meg területekről egyáltalán nem beszélt, és ez is lehetne, ahogy te mondtad, egy olyan téma, amivel azok az emberek, akik kicsit gondolkodnak, azok esetleg tovább vihetnék ezt, hogy most miért mondja az egyik ezt, és miért mondja a másikat, és most akkor mi a magyar hivatalos álláspont, de hát... Lehet, hogy az orosz nagykövet helyett most Katalin fog a szőnyek szélén állni, nem? Figyelj, szerintem magyarok ezt értik, mert ennek hagyománya van ennek a fajta interpolitikának. Szerintem most egyszer hedzselnek, tehát hogy az Orbánék tolják egy kicsit az orosz propagandát, Novák Katalin meg tolja a nyugatbarát álláspontot, és majd meglátják, hogy melyik jön ki. Szerintem ők is megérezték azt, hogy itt az oroszok nem nagyon fognak nyerni, tehát hogy egy nagyon óvatosan el kéne kezdeni sasszézni kifelé az álláspontból. Szerintem ezt is ismeri a magyar néplélek, hogy milyen az a hintapolitika. Hát ez volt a két világháború között, annyiszor csináltuk már. Ugye elvileg megtanulták a gyerekek a törtöri órán, hogy ebben mindig belebukott a magyar külpolitika a hintapolitikába, de hát ez kit érdekel, arra már nem emlékszik senki. Én szerintem hedzselnek. Igen. Nyilván a Novák Katalin nem önálló személy. Tehát olyan nincs, hogy Novák Katalin más gondol a külpolitikáról. Ez biztos, hogy egyeztetve van az Orbánnal, meg a nem tudom, Szijjártóval, de leginkább az Orbánnal. Uh-huh. Azt tudti, hogy ő nem szuverén egyéniség. És akkor miért volt? Tulajdonképpen azt el kell fogadnunk, hogy Orbán Viktor sokkal inkább hisz egy Európai Unión kívüli létben, vagy pedig sokkal... Igazából amit nem értek, az a külpolitikánk. Szerintem te nem vagy egyedül ezzel. Tehát, igazából értem én, hogy nincs szükség a pedagógusok megbecsülésére, mert értem, hogy az idős otthonokra egyszerűen nincs szükség, majd vérrel, verejtékkel megoldják a családok, és nem látják, hogy ez tulajdonképpen állami feladat lenne. Egészség, hogy ugyanez. Igazából mindegyik, mindennek a magánosítása folyik, tulajdonképpen az iskolák magánosítása is így kezdődik. Ilyen fű alatt, vagy ilyen szőnyeg alatt. Szőnyeg alatt, igen. Az egészségügy magánosítása folyik, hiszen terelik a magánegészségügy felé az embereket. Az iskolák magánosítása folyik, hiszen terelik a magániskolák felé, az, aki normális oktatást akar, az oda, arra felé próbál mozdulni. Amit egyáltalán nem értek, az a külpolitikán. Szerintem nagyon sokan nem értik. Én szerintem az Orbánék elhiszik azt, hogy nem azt, hogy az unión kívül van élet, hanem hogy a világ az most változik, és hogy itt tényleg meg fog szűnni majd az unió, meg tényleg meg fog szűnni Amerika dominanciát. Tehát ők szerintem elhiszik ezt a fajta ilyen tradicionalista gondolatot. Én már 10 évvel ezelőtt ismerősöktől hallottam, mert 2020-ra nem lesz Európai Unió. Hát ugye, nekik a gazdaságpolitikájuk is arra épül, hogy nemzetállamban gondolkoznak. És ugye, és a szavazóbázisuk is ebben hisz. Igen, hát az, aki még aki hithű fideszes, az valójában ebben a nemzeti összetartozásban, a nemzeti gazdaságpolitikában, a nemzeti pénz. Nem, azok az emberek, akik ugye, hogy belül legyen a tőke, amit a Mészáros képvisel. Hát nemzeti tőkés. A nemzeti nagy tőke fölépítése, az mind erről szól, hogy ők újra Magyarországot akar csinálni, és nem akarnak feloldódni egy európai gazdasági közösségben. Nem is erre gondolok elsősorban, hanem az a baj, hogy nem jut eszembe ez a dolog. Emlékeztek, hogy a Vona, meg az Orbán, meg még páran igazából egy polgári körből származnak, nem tudom, 2002-2001 környékén. És akkor a Vona többször adott interjút, meg azóta is tulajdonképpen néha így elmondja, hogy az ő világlátása, ez a fajta tradicionalista világlátás, ennek megvannak a saját teoretikusai, akik ugye a férfibe hisznek, a nőbe hisznek, a nemzetekben hisznek, a földben, tehát ez egy ilyen hitvilág, vagy hogy mondjam, egy teljesen tisztességes tulajdonképpen, de ez egy 19. századi hitvilág, amiben nem fér bele az ilyen szupranacionalista dolgok, mint az Európai Unió, meg a NATO, meg egy csomó, de nem fér bele. Én szerintem egyszerűen ebben hisznek, és ezért ők azt gondolják, hogy ezeknek befelegzett, és jönnek a keleti államok, maguktól most nem is lépnének be az Európai Unióba. Szerintem valahogy ez lehet ebbe az egész dologba. Na jó, csak... Nem az a baj, hogy még neveket tudok erre. De a csomó ilyen
országnak azért vagyunk érdekesek, mert bent vagyunk. Hát, nyilván kihasználnak minket. Hát ezek a bocsánat, de a bolond hátán másznak be a mézesbödönbe. Tehát, hogy, hát a kínai akkumulátorgyárak egyrészt is azért jön ide, mert hirtelen a vámhatárokon belül vannak, és itt állítják elő az akkumulátorokat. Persze. Igen. Tehát ezért érdekes ez. Ezért nem értem. És nyilván azt értem, hogy, hogy igazából a erős emberekkel nem feleselünk. Ugye hát meg, hogy a Németország már nincsen, ugye emlékszel, és ugye hát Németország... De hogy közbeszólok, de arra is emlékszünk, hogy 2008-ban a kínai nagykövetség előtt tehát Szijjártó, meg nem tudom, még pár fideszes, igen, Tibet ügyében, 2008-ban, tehát feleseltek ők ellenzékben még... Ellenzékben, igen. A Kínával, bocsánat, igen. De hogy most meg ugye nem szólunk vissza Kínának, nem szólunk Oroszországnak, nem szólunk Törökországnak. De Amerikában már majdnem hadat üzenünk, ugye Tucker Carlson interjúban volt, mert tényleg az volt, hogy a világ legrosszabb államok Amerika. Mm. Miközben egy szövetséges rendszerben vagyunk Amerikával. Igen. Annyira rossz a saját hadseregünk, hogyha bármi para van, akkor nyilván az Európai Unió többi állama és a NATO tagállama fognak minket megvédeni. Hát, nem mi magunk. Igen, azért nagyon kíváncsi lettem volna erre, hogy mi történne most Magyarországon, nem lenne NATO tagállam. Tehát, hogy... Most még semmi szerintem, mert hogy megálltották az ukránok az oroszokat. Érdekes próbája lett volna a NATO-nak, hogy ugye a NATO egy elvi egyesség, ami sose volt valójában letesztelve, tehát sosem derült ki, hogy működne. Ja, hogy még sosem támadták meg egy NATO országot, azt mondod? Uh-huh. Szerintem nem, igen. Uh-huh. De reméljük, hogy erre nem is fog sorgálni. Reméljük. És hogy nem nálunk, hogyha még... Ez egy érdekes dilemma lenne, hogyha most mit tudom én, az oroszok megfordítanánk ezt a háborút, és hát vannak a azért ott... lengyeleknél belépnének lengyel területre. Igen, tehát vannak ott nagyobb gókpontok, a Baltikum, meg a Lengyelország. Hát, az... A Békerül, Kaliningrád. Igen. Erősek egyébként önmaguktól is, tehát román hadsereg az egy erős hadsereg. Én szerintem nekünk hoztában az lesz a óriási nagy mázling, tök mint mit csináltak az Orbánék, a lengyel hadsereg, a román hadsereg, és most már az ukrán hadsereg. És most már a finn. Meg a finn is, szóval ezek mind iszonyú erősek, tehát hogy gyakorlatilag... Lehetünk hülyék. Lehetünk hülyék, csak hogy ők hamarabb fogják megállítani ezt, hogyha itt bármi gond lesz. Figyeljetek, az Unió az egy tök sikeres projekt, az arra jött létre, hogy ne legyen háború Európa területén. Nincs is háború Európa. Tehát azok, akik az Európai Unió tagja, az 1945 után... Egymással nem harcolnak. Nem felelem. Harcolnak egymással. A NATO pedig védelmi szövetségként jött. Aminek Törökország is a tagja, és ne felejtsük el, Törökország szerintem Európa második legnagyobb hadereje. Hát igen. Na és ők is hedzselnek. Franciák. Szerintem a németeknél most nagy voltak. Szerintem a francia Európa legerősebb hadserege, de ez csak itt... Azt elmondod a hallgatóknak, mert nekem, hogy az a hedzselés, ez mit jelent? Hát az, hogy két irányba is megteszed a tétjeidet, és lefölözöd a kettő közötti hasznot, tök mindegy melyik nyer, a kicsi hasznod mindenképpen lesz rajta. Tehát teszel a pirosra is, meg a feketére is a ruletben? Igen, és olyan az odds, úgy jön ki az odds, hogy mind a kettő, tehát nem, pont nem a fekete-pirosra jó, hanem mondjuk egy lóversenynél jól mozognak azért az oddsok, és akkor mindig akkor, tehát úgy osztod el a tétjeidet, egy mondjuk egy időintervallumon belül, egy óra alatt, amikor azért mozognak ezek az oddsok, hogy végén tök mindegy ki nyer, te azt a nagyon pici százalék hedzsettel leszed, de ez a tőzsdében, a portfólió menedzsmentben, csomó helyen ez a kifejezés van. Szerintem a törökök is hedzselnek, hát érted? Hát ő bizniszel a Putyinnal, és támogatja az ukránokat. Igen. És jobban van a kínaiakkal, és közben NATO-tal. És az irániakkal is. Meg az irániak. Tehát, hogy érted, hát és tényleg lehet, hogy nem az első, akkor a második legnagyobb hadsereg. A második, én úgy tudom, hogy hivatalosan a második legnagyobb hadsereg Európában a török. Tehát, hogy... És az egy nem nevezhető demokrácia. Nem. Finomat szó. Mert ő is a vidéken tartotta meg a hatalmát, és a városokat elbukta, mint az Orbán Budapestet. És ugyanúgy azt gondolt az ottani ellenzék, hogy na most át lehet törni, összefogtunk, és nem, mert ott is úgy van kialakítva a rendszer, hogy szépen leszállítsa Erdoğannak a, nem tudom mi van ott is kétharmada, vagy nem tudom mi van. Szükséges mennyiség. Ami kell, leszállítja fixen. Na megint nagyon. Hogy feldobtuk az estét, mi? Köszönjük szépen. Zoli, te refutálsz most. Refutáljunk. Mondjuk el, hogy mi a refutálás. Te még nem tudod? De már egyszer hallottam, de... Szóval lerántjuk a leplet, vagy éppen kiderül menet közben, hogy sokan azt hiszik, hogy hazugság és urban legend, miközben valóban igaz. Tehát ilyen terjedő urban legendekről
hogy kell szépen magyarul mondani, nem plegykák, hanem mik az ebben a városi legendák, de igen. Városi legendákról beszélünk, és fölfejtjük, hogy ezek igazak-e vagy hamisak. Egyszer én hoztam ennek egy angol kifejezést rá, hogy debunk, debunkolni, erre ezt az is, gyakorlatilag én úgy éreztem, hogy ez neki annyira nem tetszik, hogy én kerestem rá egy másik szót, egy magyar szót, ami lett egy latin szó, a refutálás, mert ez 200 évvel ezelőtti magyar értelme, ez a szótárban például benne van, ami pont ezt, pont debunkolás jelenti, a refutálás. Szóval debunkolsz, refutálsz. Ezeket mind csinálni fogom. Debunkolom a refutálást, ugye. Ugye magamra húztam ezt a feladatot, mert mindig az Áron csinálja, és... A Zsuzsa már egyszer hozott. A Zsuzsa egyszer hozott. Köszönöm. Elnézést kérek. Digi, te leszel a következő, most már nem húszod meg. Szerettem volna nem utolsóként magamra rántani a feladatot, úgyhogy ez a Diginek sikerült akkor megnyerni az előkelő negyedik helyet. Hát ugye azt a taktikát, hát nyilván eszembe nem jutott semmilyen jó téma, úgyhogy először megkezdtem a családomat. Mondtak három témát is egyébként, hogy a telefon nem hallgat le, de hát ez mindenki tudja, hogy a telefon nem hallgat le, tehát hogy nem azért kapod a reklámot, mert a telefon lehallgat, hanem egyszerűen csak olyan korban vagy, de erről beszéltünk is itt egyébként, tehát volt téma ebben a podcastban, akkor nem tudom mennyire van meg nektek, hogy az aszparta rákot okoz, frászt, tehát nem okoz rákot, vagy hát csak annyira okoz rákot, mint nem tudom, mint a napszemüveg körülbelül, tehát az is nyilván, hogyha nem tudom, bizonyos Én rengeteg belül. Aszpartamot fogyasztok, de én magam is. Akkor hát, hogy aszpartám hívők vagytok. Figyelj, hosszú cikkek szólnak róla egyébként, és mindenki, hogy most volt ez a WHO becsorolta, és valószínűleg rákot okozó, akár az aloverával együtt van egy kategóriában, igen, és hát az alkohol, meg ezek azért így ilyen néhány kilométerre vannak igen, fölötte az a listában. Az, hogy én már nem dohányzom, nem iszom alkohol, de tényleg, tehát, hogy... Valamit csinálni kell. És rengeteget sportolok, és soha nem drogoztam, tehát, hogy tényleg minden hús sem eszek. Egy dolog maradt, én bizony zéró kólát iszom, és ez az egyetlen, amiről nem mondok le. De nyugtass meg, hogy nem helt. Nem, az nem jött, akkor más van abban. Szikszó van, az pont arról, ugye most a mém, hogy a szikszóban nem aszpartán van, hanem szaharin van benne, meg fruktóz. És akkor a Delexes cikkben aztán le is van szépen írva, hogy hát ebből igen, tehát az a baj, hogy mind a kettő valami izocukor, és hogy az úgy azért már nem annyira frankó. Jó, de figyelj. Valamiben meg kell halni az Áron, és így fog ülni egyedül az Áron, és podcasttal, és mi már rég a föld alatt lesz. Végül belepusztul az aszpartámba. De csak azért, mert rengeteg itt kapja belőle az évtizedek alatt. Igen, így van. És akkor ezek után mindig nem voltam elégedett az eredményen, és akkor felütöttem az urbanlegends.hu nevezetű. Még a magyarok is az angol kifejezést használják, csak hogy mennyire nincs jelen igen, rá jó magyar nincs rá jó magyar fordítás, igen. Van. Ahol, hát azt hiszem egy bőfél napot elvesztettem az életemből azzal, hogy csak a dust így végigpörgettem az orvhoz. Ezen a egyébként kiváló hát, beboldalom. Hát a Marino Vivánék tényleg ezt több évtizedre csinálják. Hát több kötetet kiadtak belőle, szóval tényleg egy lenyűgöző munka van benne. És hát az igazság, hogy szinte az összes ilyen triviális hülyeség, tehát hogy a Marina Vivának arra mutatnak igazából rá, hogy ezt is bekajálta a sajtónak a bulvár része, ezt is bekajálta, vagy nem tudom, bekajálta-e, vagy felhasználta arra, hogy klikkeljenek rá. Mert hát, hogy terjed az emberek hogy konkrétan ostobaságokat terjesztenek. Miért te nem hiszed el, hogy a moziba megszúrnak tűvel, és beoltanak étszel? Nem, sajnos nem. És akkor, mert sosem nem tapasztaltam ilyet, és szerintem a mozinak se rosszat tenne, hogyha ezt hagyná az embereknek meg. De azért csak úgy éreztem, hogy végül hoznom kell valamit, úgyhogy biztonságos fizekre elvesztem, és hoztam nektek végül azt hiszem hármat, és jól látom, maradt rá idő. Az egyik az, hogy ugye, és hogy visszakapcsolódjunk egy kicsit ezekre jó kis háborús izékhoz. De mivel ha az Urban Legendsről hoztad, akkor tudtira, tehát nem is kérdés, hogy amit majd mondasz, az akkor az nem igaz. Kérdez, találtam az Urban Legendsen olyat, ami... Na mindegy, elmondom. Jó, oké, akkor tehát van relevanciának, hogy tippeljünk. Meg a hallgatók is. Van relevanciának, hogy tippeljünk, téged, igen. Akkor ők is gondolják végig, hogy ők olyan elhiszik-e vagy sem. Hogy van egy olyan mondás, Albert Einstein mondta állítólag, hogy azt nem tudom, hogy a harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztos, hogy botokkal és kövekkel. Én úgy tudom, hogy ez igaz. Ez esküszöm, hogy azt gondolom, hogy ez igaz. Hogy ezt ő mondta Albert Einstein. Én is úgy tudom. Mindenkinek van egy szavazata. Igaz. Szerinted is igaz? Én olvastam sokszor.
Én elhittem. Én is sokszor olvastam, de hogy én tényleg én hiteles helyen is olvastam. De én elhittem. De nem tudom már, mi a hiteles hely, tehát azért viszont abban sokkal bizonytalanabb vagyok, de hogy ezt én nagyon sokszor olvastam, és én nagyon elhittem. Képzeljétek el, hogy nem igaz, vagy hát nem bizonyítható. Hogy ezt mondta volna Albert nem, Einstein? Mondta Albert Einstein egyébként, csak nem... Hogy lehet, hogy nem ő mondta először? Nem ő mondta először, ja. nem tőle származik a gondolat. A háború után, tehát Hiroshima után volt egy nagyobb hive-ja ennek a témának, és nagyon sokan gondolkoztak azon, hogy milyen hatása van az atombombának a világra. Oppenheimer film, nem tudom, kinek van meg, tehát nem mondjátok el a spoilert! Nem mondom el, mi van a végén. Na szóval, ugye az akkor nagyon topik volt, és nagyon sokan gondolkoztak ilyesmin, és ez igazából abból a gondolatmenetből származik, hogy ugye, hogy az atombomba alkalmas arra, hogy elpusztítsa az életet az egész bolygón, vagy legalábbis lerombolja a teljes meglévő civil társadalmat, tehát hogy ebben ott mindenki eléggé egyetértett. De nem az a sztori, hogy ugye miután felrobbantották a két darab atombombát, Nagasakiban és Hiroshimában, az amerikai kormány megbízta Telleredét, hogy akkor ő már ne atombombát készítsen, hanem akkor legyen hidrogénbomba, tehát ez a következő lépés, és az Oppenheimerék meg nagyon sok tudós mondta, hogy na azt már tényleg nem kéne. Most az előbb könyörögtelen nem magyarázzuk el az Oppenheimer filmet, és most akkor mégis arra kérsz, hogy mondjuk ez benne is van a filmben, nem tudtam. Az Oppenheimer film nagyon sok mindenről szól, részben hosszú film, sok minden belefér. Fú, az egy nagyon jó film egyébként, lekanyar, de hogy az... Én régen láttam ennyi szereplővel, ennyi sok dialógust, ami ki volt dolgozva, amiben sok karakter van, ami fejlődik is a film során. Szóval, hogy ennyire a szereplők tekintetében összetett filmet, én nem is tudom, hogy nagyon régen nem találkoztam aztán ilyen. Aztán a feminista Barbie mégis lenyomta. Hát az a piac, az piac. Szóval nem, Einstein mondott ilyet egyébként, de hogy ez akkoriban egy teljesen sokak által emlegetett anekdota volt. Tulajdonképpen akkori kor mélye volt, ami terjedett kulturálisan a közegben. Így van. Aha. A másik is nagy kedvencem, Rossz Frakció nevű zenekarnak, akit ugye a D. Nagy Laja énekelt benne, ha minden igaz. Van egy olyan száma, aminek az a refrénje, hogy Budapest felett az égbolt felhőtlen, és ez egy nagyon reakciós számnak számított annak idején, mert az a történet, azt gondolták az emberek, hogy a Kádárék, szem Szolnoki rádióadásban ezt a mondatot mondtatták be az időjárás jelentésbe, ami zöld utat adott az oroszoknak, hogy bevonuljanak Budapestről 56-ban. Hú. Na, hogy ez igaz-e? 56-ban Kádár? 56-ban Kádár, de ha... De nem az a kérdés, hogy a zene szöveg... Nem, hogy igaz-e, hogy ezt bemondták. Bocsánat, akkor azt értem. Én azt gondolom, hogy ha te Szolnokot mondtál, akkor ez nem igaz, mert Kádár Debrecenben alakította meg a kormányát. Nem tudom elképzelni, hogy ezen múlt volna. Igen. Nem. Rendkívül hiányosak az 56-os ismereteim. Tehát, hogy még csak józan paraszti észre sem tudok tippelni. Fogalmam sincs. Ez... A Rossz Frakciónak a számát ismerem. Igen, nekem ez így megvan, hogy Budapest felett az égbolt felhőtlen. Több sort nem tudnék mondani, de így, hogy mondtad, így még egy dallamfosztrány is nekérjetek, hogy elénekeljem, de egy dallamfosztrány is. Nem volt, a Kádárék kurván nem voltak ennyire okosak, meg fifikásak, tehát nem. Jó, egyébként nem igaz. Az a helyzet, hogy az 56-os bevonulásra teljesen rohadtul nem támaszkodtak semmiféle magyar döntéshozókra, vagy bárkikre az oroszok. Azt mondták, hogy be kell menni, azt bementek. Tehát, hogy semmiféle, tehát nem kellett várni bárkinek a jelére. Én úgy tudom, hogy az se igaz, hogy Kádár így behívta őket. Persze Kádár hívta őket, de ez nem a Kádár döntése volt, hogy ő behívja őket. Tehát ugye ilyen értelemben az se igaz. Semmilyen nem történt. Kádár kiment előtte Moszkvába. Kiment, igen, de nem, tehát hogy nem az van, hogyha Kádár nem mondta volna, akkor nem vonultak volna be. Tehát, hogy érted. Viszont a sztori alapja viszont tök érdekes, mert hogy akkoriban volt egy másik anekdota, ami egy elterjedt, megint csak történelmi tényként kezelt mondás. Spanyolországban, egész Spanyolország felett felhőtlen az égbolt, mondta a cetuei bemondó szöveg, ami a spanyol fasiszták megbeszélt jelmondata volt. És a riadó, hogy elszánt kis tiszti csoport számára, hogy fellázadjon a spanyol nép ellen. De akkor nem lehet, hogy a Rossz Frakció viszont erre utalt? A Rossz Frakciótól megkérdezték, nem. Ők abszolút a Kádár a sztoriba hittek. Igen, vagy nem, igazából nem tudták, hogy hisznek-e, csak hogy ők ezt így ismerték, ezt a történetet. És hogy valószínűleg ennek a szintén nem bizonyított spanyol történetnek
A magyarosított átirata volt ez az anekdota, de valójában nem semmi ilyesmi nem történt. Ez nagyon jó, mondd a harmadikat most már. Elmondom a harmadikat. Elmondom a harmadikat, és az egy kicsit más vizekre elvezünk, nem ilyen történelmi és nem mondás. Van egy informatikai támadás technika, amit úgy hívnak, hogy social engineering. A social engineering úgy működik, ugye, hogy az embereknek a hiszékenységére, jó indulatára, kicsit a naivitására bazíroz. Ez ami most gyakori, hogy fölhívnak, hogy én az OTP-től vagyok, és te... Az egy tipikus social engineering. Én annyival azért kiegészíteném, hogy ha igazából te meg vagy támadva social engineering-el, akkor előtte valóban megnéznek rólad egy-két adatot, azt begyűjtik, és azzal hívnak föl, hogy láttuk, hogy van macskája, és akkor már rögtön van, hogy hogyan kapcsolsz. Tehát több technikája igazi... van a dolognak, igen. Valóban az a kifinomultabb támadás, de azt gondolom, hogy ezek a széles spektrumú támadások is, mint azok is ide sorolhatók egyébként, hogy a szakmai ide sorolja azokat is. Nagyon sokféle trükk van, amiket így felsorolnak, és hogy van egy olyan trükk, hogy pendrive-okat szórnak ki, például egy parkolóban, egy vállalatnak a parkolójában. Vagy egy irodaépületben helyeznek el pendrive-okat, és ezzel csalják lépre az embereket, hogy szerintetek ez lehetséges-e, vagy igaz-e? Hogy bedugom, és rátelepedik a... Hát, hogyne. Szerintem ez igaz. Hát persze. Minden lehetséges, de... Ha bedugsz egy pendrive-ot, az tud olyan dolog lefutni adott esetben. De az emberek tényleg szerintetek így viselkednek, hogy találnak egy pendrive-ot a parkolóban. Hát persze. Be. Igen, én azt gondolom, persze. Hogy ez teljesen persze. Igaz. Ha most a Lidl parkolóban szétszórnál 100 pendrive-ot, és tudnád trekkelni, szerintem 98... Az meg bedugná. Igen. Tök helyesen látjátok a helyzetet, valóban az emberek így működnek, rohadtul bedugják a pendrive-ba, és rá is jönnek egy-két ilyen csalikat, hogy nem tudom, Géza szex videó, meg ilyeneket írnak rá a pendrive-ra, vagy azt, hogy NASA szuper titkos adatok, és akkor az emberek még boldogabban dugják be a pendrive-ot. A legutolsó hír, ami ennek kapcsán ezt így megtaláltam, hogy a briteknél ott valószínűleg célzottan küldtek el embereknek postán nagyon szépen becsomagolt Microsoft Office demo telepítő szoftvert egy pendrive-on. És a célszemélyek, ahogy kell, dugták be a gépbe, és abban a pillanatban már adták is oda adataikat annak, aki a csomagot küldte nekik. Emlékeztek rá, hogy 20 évvel ezelőtt volt ez divat egy nagyon rövid ideig, hogy befalasztak ilyen közterületeken pendrive-okat, és akkor MP3-akat lehetett tud cserélgetni, hogy sétáltál Londonba, vagy Berlinbe, vagy Budapesten, vagy Bécsben, és láttál egy kilógó pendrive véget, akkor bedugtad a laptopodra, megnézted, hogy azon milyen zeneszám van, te is elraktál másodat, hogy volt ilyen, ezek nyilván ezért szűntek meg. Tehát most már ez biztonsági szempontokból... Nem azért, mert a pendrive az már egy ilyen nagyon old school dolog. Nem, de tök jó ilyen köztéri, ilyen art project lehetne, de hogy ezek így nem működnek, mert nem szabad bedugni semmit se nyílt pendrive-okba. Tehát, hogy majd mi fordítva, tehát gépet ne dugd rá. Ne dugjatok miért. Be semmit idegen helyen. Ez... Hát... mit főztabály? Igen. Hát ráadásul az én laptopomon most már csak 2 darab csatlakozó van, tehát hogy... Igen, de te fogadjuk, hogy hülye, meg kell nyomod is igen. Azért. Tehát, nyilván. Hogy már igazából már nagyon be se tudnék semmit dugni. Nektek már csatlakozót se adnak, jól igen. Van? Azért nektek a sok pénzért. Nektek már adnak, azért a sok pénzért. Digi, te elvonultál. Ahogy ezzel nyitottuk az adást, és azt még mielőtt itt raktuk össze itt a technikát, megbeszéltük, hogy te nem is hallgattál akkor podcastot. Hát ezen az egy héten nem, de két hónapig hiányoztam. De egyébként van-e olyan podcast, amit ajánlanál, nem adás, hanem esetleg új podcast, vagy nekem, te most fedeztél föl? Nekem van 2 új podcastom, nem vagyok benne biztos, hogy az egyiket nem mondtátok-e. Van egy ilyen podcast, hogy Élőben jó fej, amiben hosszú, sokszor 2 adásnyi interjúkat adnak emberekkel. Én a Lovasi Andrással készült interjút hallgattam meg, illetve... Ez jó cím egyébként, hogy Élőben jó fej. Illetve még egy podcastot, illetve a másik, amit felfedeztem, az egy kicsit trash. Egy héten 2-3-szor is megjelennek. Kicsit trash, kicsit ilyen... mint amilyen a mai adásunk, hogy így megbeszélgették a napi híreket, az a cím, hogy a Bolc karmai között. Szintén új, néha tovább tekerem, de van, amikor mondom 2-3 adás is kijön egy héten, 2-3 barát kommentál
napi híreket, beszélget róla, kicsit így kifejti bővebben azt, amit gondol arról, amit olvasott. Én Kovács András Péternek a Kapott című podcastját ajánlom nektek, aki ugye egy humorista, és elhív ismert embereket, illetve ismert embereknek nagyon jó barátját, és velük beszélget igazából, hogy a barát hogy látja ezt a híres embert. És szerintem ez egy nagyon izgalmas és érdekes projekt, úgyhogy én azt szoktam hallgatni, amikor épp így megcsömörlöm a mindenféle ilyen női és egyéb a politika, nőkérdés, szegénység témákban. És mezőgazdaság hektár is. És mezőgazdaság, mert ez is nagyon szomorú. Ez lehet, hogy ezt én már mondtam. És akkor itt ne úgy baj, van, úgy van, hogy az nem de, baj. De nem a teljedemedet kisebbítel, hanem az, hogy most például most a nyári szünet van nála, amit úgy hidal át, hogy régi stand-upjait fölrakja. És nagyon jókat szoktam rajta rögni. Engem kinéztek valamelyik nap a forgalmi dugóba, mert hangosan kacarászva ültem a dugóba az autóba. És a haver, aki ott van szintén interjúolva, ő nem ismert ember, csak az ismert ember az ismert ember. Az ismert ember az nem. Ismert ember, és az ismert aha. Ember barátja beszél igazából, aha. Nem is az ismert ember, és bemutatja, uh-huh. Hogy milyen. És ugyanez volt, hogy véget ért a műsor, és automatikusan ugye Spotify elkezdte lejátszani a másikat, és nagyon jót röhögtem én is egy 2015-ös önálló estjén, amit egyébként nem hallgattam volna meg, mert hogy nem jut eszembe, vagy nem jutok hozzá, de így viszont tényleg feldobta a napomat is. Hangosan kacaráztam én is, igen. Úgyhogy nagyon jó. Passz, nekem nincs új podcastom, srácok. De bicikliztél egész nyáron is. Igen. Így van. Ráadásul nem is egyedül, tehát nem dugtad be a füledbe nem. A fülhallgatót. Sőt, egy ideje, egyébként azt csinálom, hogy direkt kiveszem a fülemből biciklizés közben, amikor így beérek valami nem, tehát hogy nem lakott területen. Kiérek a lakott területről, ezt így kell mondani. És próbálod nem tudom, a madarakat elkapni? Vagy igen. Hát egy kicsit így csend. Hát meg egy kicsit egyedül maradni saját magammal. Szóval ezek jó dolgok azért, most eddig erről tudna beszélni. Igen. Mert ő ezt most kipróbálta. Én csak ilyen fél órákra merem ezt megcsinálni. Próbáld ki egyszer 4 napig. Én is hozok azért egy podcastot. Képzeljétek el, hogy a Paprika Kinga, valószínűleg ezt a nevet mindenki ismeri, vagy az ő személyiségét. Itt a Digi nagyon rángatja a fejét, hogy te nem ismered. Jó, Paprika Kinga készít podcastot, a Professzor Paprika talán ezen a néven, és női témák. Jenei Orsolyával volt itt most az első adás. Jenei Orsolya korábban talán az Amnesty-nek volt a jogi igazgatója, talán, vagy igen, vezetője? Igen. De most csak tippelem, mert nem is erről beszéltek, hanem a mellekről, a mellméretek, nem tudom, melltartó, sportmelltartó. És meddig hallgattad ezt a podcastot? Ezt szépen végighallgatom, annak rendje is módja szerint. Milyen problémák, mi vannak a nőknek a mellükkel, a melltartójuk, nem, egyébként egyéb szerveik? Igazából ez csak az apropója volt. Mi a címe? Bocsánat. Szerintem Professzor Paprika. Jó, mindjárt be... Talán egy adásuk volt. Jó, akkor kidobja a szuper. Igen, és ez csak az apropója volt nyilván, és akkor csapongtak, de hát én szerintem kellemes volt. A fűzők volt. És a befálási szóba került az adásban. Igen. Hogy nyári témákról. Az érdekes egyébként az, hogy én őket személyesen egyiket sem ismerem, de annyira kicsi a világ, hogy egyébként mind a kettőjükkel ilyen, tudod, ilyen szélárnyékba így valahogyan így mit tudom én, az én feleségem a Paprika Kingával csináltak még nagyon régen valami mozgalmat, a Jenei Orsolyának, én a férjét ismerem személyesen, és akkor ők meg arról beszélt a Jenei Orsolyának, hogy muszáj volt megmenteni egy ponton a kapcsolatukat, mert hát ez előfordul két gyerek után, meg a problémák, meg nem tudom, tehát, hogy, és akkor ez így érdekes ezeket így hallgatni. Tehát, hogy a mellével mentette meg a kapcsolatukat? Nem, sokat dolgoztak rajta. Nem ment abba bele mélyen, de hát, hogy kapcsolatokon dolgozni kell, és hova könnyű elválni. Például erről beszélgettek, hogy sokkal egyszerűbb elválni, és ez sokszor hülyeség is, ha nem tessék dolgozni a kapcsolatokon. Szóval, hogy egy ilyen... Mert mással se jobb. Nem, ezt így nem mondták. Ezt így nem mondták. Zsuzsa, mesélj! Már megint egy főszabály, mi? Jó. Na, szóval professzor Paprikát, annak a friss podcastját ajánlom én a kedves hallgatóinknak. Köszönjük szépen, ha itt voltatok velünk ilyen hosszú ideig. 1 óra 47-nél áll a számláló, szerintem ebből ilyen 1 óra 40 lesz. Hát megint egy szokásosan hosszú adás. Kerekedett ebből, így szeptember
5-én, 6-án, az Úr 2023. esztendejében. Kérlek benneteket, lájkoljatok minket, értékeljetek minket. Általában most már Spotify-on is lehet értékelni, nem csak a... Nem állítólag való. Igen, tehát hogy értékeljetek minket 4 vagy 5-re, ha annál rosszabbnak gondoljátok, akkor ne értékeljetek minket, csak írjátok meg, hogy mi bajotok volt velünk. Küldjetek hangüzenetet, olyat is lehet küldeni. Lájkoljatok, kommenteljetek, és kövessetek minket. Az összes létező platformon. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Ott van esztendős lett vitya, a bölcs vezér a jó atya.